Sziasztok, újra itt a Rally Walk Hungary, megérkeztünk az Ózd Rallyra, mai napon a Királydi körgyors választottuk. Fog menni a mai napon ORB, Historic és a Rally 2, nagyjából 130 autó van, úgyhogy népes a mezőny. Kiváló versenynek ígérkezik, ORB-ben elég nagy csata várható, hiszen van egy nagy visszatérő csomós Mixi személyében, reméljük meg tudja szorongatni majd a Metz Özberget. Rally 2-ben is egy hatalmas csata várható, hiszen Fogarasi Attila áll a második helyen, Kocsis pedig az első, tehát ott is nagyon nagy harc várható. Szeretnék nektek mutatni valamit, mivel készültünk egy kis mulinóval. Ezt mutassuk meg, kérem. Tehát van egy-két város, akinek mi szurkolunk. Ati Peti, a Fogarasi Attiláik, a Mixiék és a Friciék. Tehát készültünk nekik, illetve hát nehogy elvegyék a gázt, azt is fontos kihangsúlyozni. Még egy nagyon nagy visszatérő van Turi Tomi személyében, aki egy Toyota Yaris-szal fog versenyezni, kíváncsi vagyok, hogy fog menni. Mi még egyébként nem voltunk ezen a pályán, úgyhogy teljesen új, hosszú út van mögöttünk, úgyhogy reméljük, hogy nagyon jó verseny lesz. Ne felejtsetek el feliratkozni, és tartsatok velem, vágjunk is bele! Just for fun! Megérkeztünk a hidas kanyarhoz, azért van pár ember. Sátrakkal, lakókocsikkal. Thank you.
meg! Gyere, csomóz! Bodolai!
neked, Peci! Jó versenyt látni, akkor gyertek el ide Ózra a Királydi körgyorsra, és válasszátok a Just for Fun kategóriát, mert brutális, hát teljes extázisban volt mindenki, rengeteg ember, ezt majd láthatjátok is a videóban is, és most következik az utolsó gyorsasági szakasz, a Power Stage, ezt még megnézzük, nézzünk egy-két rajtot, és hát nézzétek tovább a videót. Az utolsó gyorsot törölték, mert valamilyen baleset történt, egy nézőhöz be kellett venni a mentőnek, úgyhogy számunkra véget ért a verseny, meg a többi pilótának is. Most etapon legurul mindenki, de azt kell, hogy mondjam nektek, hogy életem egyik legjobb versenye volt, ezt valószínűleg láthattátok itt a videóban is. Ha szeretnétek még több tartalmat látni tőlem, akkor iratkozzatok fel, és lájkoljatok, írjátok meg hozzászólásból a véleményeteket. Sziasztok!